A Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ második alkalommal ad otthont a nyári tábornak. Az eső ugyan megzavarta a táborozók terveit, de az ivatar nem most el a gyerekek jó kedvét. A Művelődési Központ nagy termében a gyerekek rajzoltak, nemezeltek, gyöngyöt fűztek. Tessék, kérek, 6 gyöngyöt fűzzél rá! 6 gyöngyöt, tessék! 5-öt vagy 4 szirmat meg kellett csinálni, és aztán meg leveleket, és akkor kész lett a virág. Sokat játszok, és látom a barátaimat, és minden tetszik, amit csinálok, és mindenki azt mondja, hogy ügyes vagyok, én nem tehetek róla. Ez egy lepke, és ezt fonalakból készítünk. Előbb lerajzoljuk, és utána rátesszünk barnát, és utána azokból a mindenféle színfonalból úgy vág az óvónéni, és akkor majd megcsináljuk. A bölcsödések számára délelőttönként babás-mamás foglalkozást is tartanak. A táborba nem csak Újvidékről, hanem a környező településekről is érkeznek gyerekek. A foglalkozások 45 fős létszámát sokszor túllépik a szervezők, annyi az érdeklődő. Pirosi és Budi Szavai gyerekeink is vannak most a táborban. Összesen 60 gyerek volt a keddi napon, ugyanis akkor az Entai Szent Longinus középkori hagyományápoló egyesületnek a lovagjai íjászatot és kardozást tanítottak a gyerekeknek. A hét folyamán a gyerekek egy mesét is dramatizálnak, amelyet a tábor zárónapján pénteken adnak elő a szülőknek.